Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól, október 7-ére és október 8-ára. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok. De vannak az ujjaink jógái is, és mutatok egy gyakorlatot, aminek van egy megnyugtató hatása. A hüvelyk ujjunkat így befele fordítjuk, a mutató ujj és a középső ujj átöleli a hüvelyk ujjat. A gyűrűs ujj és a kis ujj így összetartozik, és belélegezésnél akkor kicsit összenyomjuk az ujjainkat, és kilélegezésnél egy kicsit elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. Ennek a gyakorlatnak van megnyugtató hatása, vagy idegrendszeri betegségeknél van gyógyító hatása. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Mars bolygó jelenti a mi életerőnket, vagy a férfiakat. Mars bolygó az indiai asztrológia szerint a bika jegyében, tehát a Föld elemében van. Vénusz bolygó utal a szerelemre és ránk hölgyekre, Mars bolygó pedig a férfiakra. Vénusz bolygó az a szűz jegyében van, szintén a Föld elemében. Tehát a férfiak és a nők között megvan a harmónia. Nálunk nőknél kell az, hogy rendezzünk bizonyos dolgokat, megvan a gyógyító erő. A férfiaknál fontos, hogy rendezzék az anyagiakat, megvan a vágy, a kívánság, a biztonság érzetére, valahogy kényelmesek, élvezni akarják az életet, vagy valamit megszépítenek maguk körül. A hold kihat ránk hölgyekre is, a hold kihat a férfiakra is. A hold a napokban a vízöntő jegyében van, az indiai számítás szerint. Ez a levegő eleme kell, a könnyűség, a jó ötletek, azon kívül a kommunikáció. Viszont a hold mozgása az zavarja a férfiakat. És emiatt nem tudják kimondani azt, hogy mit akarnak, hogy mit terveznek. Nem beszélnek nyíltan. Ami bennünket, hölgyeket illet, itt a távolság Vénusz bolygó és a hold között bizonytalanságokat vált ki nálunk. Azon kívül Neptun bolygó utal az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre. Neptun bolygó nem hat jól ki a férfiakra, hiszen ők most hajlamosak arra, hogy feladják az álmaikat, a terveiket, inkább olyan visszahúzódóak jelenleg és passzívak. Van még egy kapcsolat, ami fontos, amit meg kell, hogy említsek, Szaturnusz bolygó és Uránusz bolygó között. Itt vannak feszültségek. Szaturnusz bolygó őrzi a régi témákat, valamit meg akar őrizni. Uránusz bolygó pedig jelenti a változásokat, vagy egy új irányt. Befolyásolják a döntéseinket. Mivel itt feszültség van, kihat ránk, az érzelmeinkre is, vannak bizonytalanságok, vagy félelmek, hogy rossz döntéseket hozunk. Itt valamit meg akarunk tartani, ez lenne Szaturnusz bolygó energiája, és érezzük azt, hogy lesznek változások, lesz egy új irány,
de félünk ezektől a változásoktól, vagy nehéz jelenleg döntéseket hozni. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett holdházak. Hetedikén a hold a Satabisa holdházban van, ami lefordítva 100 gyógyító erőt vagy orvost jelent, tehát van gyógyító hatása. Ez a holdház tulajdonképpen szerencsét hoz, ha hiszünk benne. Viszont, ha nincsenek meg ezek az elképzelések, és nincs meg a hitünk, akkor bizony csalódásokhoz vezethet, vagy kiválthat félelmeket. 8-án a hold áttér a Purva Padara holdházba, és e felett a holdház felett a szellő istene uralkodik, és az azt jelenti, hogy lesz mozgás, lesz külső behatás, lehet, hogy gyorsan mennek előre az események. E felett, a holdház felett van egy szimbólum és egy kard, és ezzel a karddal kellene elvágni a félelmeket, vagy bizonyos kapcsolatokat, amit nem szeretnénk ápolni. A kard szimbolizál fontos döntéseket is, tehát a napokban fontos döntéseket fogunk hozni. Október 8-án Plutó bolygó megáll, utána előre halad. Itt lezárunk bizonyos témákat, kapcsolatokat, és lesz egy új irány, egy új kezdet. Plutó bolygó az a hatalom bolygója, tehát kezünkbe vesszük a dolgokat, uralkodunk a helyzet felett. Amit Plutó bolygó még kiválthat, azok a szexuális témák, hiszen Plutó bolygó uralkodik e felett a téma felett is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!